Sziasztok, gyertek be! Bejutottunk az X-faktorosok otthonába, ahol Gulyási Roland fogadott minket, az elkövetkező percekben pedig megmutatja a rezidenciájukat. És hogy bírod ezt a Lidi mama szerepet? Most már így Már most annyira nem bírom. Eleinte talán bírtam, de most már egy picit körülök. Na és hogy készülsz a szombatra? Izgulsz már? Nagyon feladat. Hát most ugye nekem hármat kell megtanulnom, három darról van szó, mivel a múlt héten párba jöttem. Elég összeszoktam, és ezért volt nehéz, amikor egy barátunk késett. Hello! Én itt lakom egyébként. Szerintem azért ez megadja a Halloween hangulatot. Én úgy gondolkodom, hogyha valaki ezt akarja csinálni, akkor az ne nyafogjon, mert ez ezzel a munkával jár. Most már két hónapja, hogy itt lakunk. Mindenki berendezte itt a saját cuccát. Itt a bették laknak. Ott Lidi mama a B1-esben. A saját készítésű nagy bőgöm, amit láthattatok ugye a élő showban. Szerencsére többféle korosztályt megmozgatok, így a zenémmel. A képét azért raktam ki most ide, mert inspirál. Mert ezeket a rajongóimtól kaptam. Ez egy festmény, olajfestmény. Ez pedig itt egy az egyik kedvenc előadomtól, Howlin' Wolftól egy lemez. I'm really happy because you know my grandma is really old. She's like 80, and that she's coming here for me just to listen to me and stuff like that from Italy and made so much kilometers to me. It's really good, and I'm really happy that she can see that I'm doing what I love, because this was one of her biggest dreams. I mean, to see me on stage doing what I love. I mean, singing. Nagyon durva ez a két hónap, szerintem életem egyik, szerintem a legszebb két hónapja. Tehát olyan boldogsággal kelek fel reggel, meg annyira otthon érzem itt magam. Tehát hihetetlenül örülök annak, hogy itt vagyok, és annak is örülök, hogy ilyen emberekkel vagyok itt.